A Corteva Agri Science betakarítással egybekötött fajta bemutatót tartott Balmazújváros mellett. A rendezvényen szakmai előadások formájában is bemutatásra kerültek a Pioneer új kukoricahibridjei, a Corteva Agri Science növényvédelmi megoldásai, valamint sor került a kísérleti parcellák szemléjére is. A szakmai prezentációk után kezdetét vette a kukorica aratása, majd a betakarított mennyiség értékelése. A mai rendezvényünk célja, hogy az itt jelenlévő vendégeinknek, termelőinknek, illetve az egyetem, a Debreceni Agrártudományi Egyetem végzős hallgatóinak be tudjuk mutatni a Pioneer palettáját, be tudjuk mutatni azokat az új hibrideket, amik még nincsenek a magyar piacon, de a következő szezonban már megtalálhatók lesznek, és ezeknek az eredményeit itt egy betakarítási bemutatón keresztül saját maguk láthatják, illetve ezeknek a betakarított eredményeit össze tudják vetni a többi általuk már jól ismert hibridek teljesítményével. Az elmúlt 20 évben ezen a területen minden évben beállítjuk ezeket a kísérleteket. Egy teljes Pioneer sor látható itt, ahol a legkorábbi 200-as hibridjeinktől egészen a 500-as hibridjeinkig elvetésre kerültek a körzetre jellemző, leginkább ismert és használt kukoricahibridek. Körzetünkben a két legfontosabb éréscsoport, a 300-as éréscsoportnak a második fele, tehát ez a 300 végi, 400 elejé hibridek, illetve a hosszú tenyészidő, ami ugye az elmúlt 5-6 évben komoly teret hódított, elsősorban Hajdú-Bihar megyében, de Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. 2019-20-as szezonban ugye két új hibridet hozunk a magyar piacra, és az egyik új hibridünk a P9978-as, ami 390-es fauszámot kapott, a másik pedig a P0217-es, ami 490-es fauszámmal indul a következő évben. Az elmúlt betakarítások eredményeit látva mind a két hibrid hozza azt a pluszt, amit a nemesítőink prognosztizáltak.